Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délelőttön, délutánon, legalábbis nálunk délután van, nálatok valószínűleg reggel, már attól függ, hogy ugye mikor nézitek. Nemrég értem az a munkából, én csak megzuhanyoztam magamat, 3 óra 2 perc van, képzeld el. Nemrég szálltam ki a zuhanyból, a fajam már annyira mondjuk nem vizes van, ma is ilyen izzadós idő van, és elég gyorsan szárad minden, mutatom nektek. Oda néz, látod, megjönnek a felhők, ugyanolyan idő van körülbelül, mint tegnap. Ugyanis tegnap is ugye reggel, mint ma is, rettentő jó idő volt. Sütött a nap, egy felhő nem volt az égen, és így délutánra kezdenek megint ideérni ezek a csúnya, fekete felhők. Az éjszaka is amúgy esett az eső. Mindenkinek meg szeretném köszönni a sok kommentet, ugye kérdeztem tegnap, hogy milyen telefont ugye veszünk majd a Lukasznek, vagy valami olcsóbot, meg mi volt a ti első telefonotok. És mondtam, hogy tudtam, hogy Magyarországon a gyerekek korán kapnak telefon, legalábbis én így tudtam, és kaptam egy pár kommentet, mondtátok, valaki képzeld el mondta, hogy 5 évesen is kaptam a gyerekek telefon Magyarországon, iPhone 7-eset. Én szerintem az elég kora, 5 évesen telefon, iPhone, hát nem mindegy. Én meglepődtem rajta egy kicsit, én tudtam, hogy korán kaptam a gyerekek telefon, de nem 5 évesen. Na mindegy, más, tudtam, hogy más ugye Magyarország meg Ausztrália, és amúgy ebből jött egy másik kérdésem hozzátok. Ugyanis, nem más, mint Facebookja. Facebookja, akinek van Magyarországon, mármint idősebb embereknek biztos, hogy van, valakinek nincs, valakinek van. Itt inkább a gyerekekre gondolok, aki tud, vagy aki akar, erre a kérdésre itt a videó alatt tud válaszolni. Hány évestől van Magyarországon a gyerekeknek Facebookjuk, vagy MySpace, vagy ez már nem létezik. IVIV volt régen, már bezárták, ha jól tudom, ugye? Bezárták. Annak idején még nekem is volt. Aztán egyszer néztem, és már le volt zárva, vagy a hírekben volt, nem tudom. Na minden. Azt tudom, hogy 13 éve alatt Facebookja ugye nem lehet a gyerekeknek, vagy az embereknek. De van nekik, vagy mi Magyarországon a szokás, vagy ez hogy van? Ugyanis itt nálunk Ausztráliában van, bár a Lukasznek nincsen, nagyon sok gyereknek nincsen, tehát inkább ilyen 10 év feletti gyerekeknek, én úgy mondanám. Amúgy az IVIV helyett, ugye IVIV az volt, az IVIV helyett van valami más ilyen magyar, vagy mindenki a Facebookot használja, vagy mi mást használtunk Magyarországon. Ugye régen volt a MySpace, ahogy mondtam, azt már nem igen használja szerintem senki se. Aztán van a Twitter, amit én úgy vettem észre, hogy nem sokan használnak Magyarországon, van az Instagram is. Ahogy nézem a Facebookon, ugyanis ugye nekem is van Facebookom, van az Ausztrália Magyarul Facebook oldal, és van egy ilyen saját ugye Facebook oldalam is, ahol van egy pár barátom, inkább ilyen közeli barátom, és ott inkább híreket nézek, tehát ilyen gólkoszti híreket, ugye fel vagyok rá iratkozva, és mikor van valami, akkor a Facebookon meg szoktam nézni a híreket. Én erre használom a Facebookot, beszélni rettentő ritkán beszélek valakivel, inkább régebbi barátaimmal évente egyszer, inkább karácsonykor, vagy valami ünnepkor, ami én a Facebookot egyáltalán nem használom, ugye a Lukasznek nincsen, ahogy mondtam, a feleségemnek sincsen Facebookja, és csak gondoltam, hogy megkérdezem tőletek. Úgyhogy most készülődünk, és elindulunk, ugyanis kezd, ahogy mondtam, egy kicsit késő lenni. Nem erre jön az a felé, én úgy nézem, hogy nem erre jön. Bár arra felé, mintha tisztulna, látjátok? Meg onnét is, ez az őszi idő. Szervusz! Na mi helyzet? Itt a Davis is éppen iszik vizet, de hogy miért abból az üvegből, nem tudom, hogy ez az éjszaka üvegje. Nem más néznek, mint a Disney csatornát. Ezt a Mickey Egereset, látod? A szünet mikor kezdődik? Egy hét? Két hét? Két hét múlva. Ja. Két hét múlva. Sok mindent fogunk filmezni abban a két hétben. Két hétes lesz a szünet, ugye? Ja. A valami ötnek. És valami öt ugye azt fogunk majd filmezni. Még mindig van nekem egy jó pár ötlete, még a Lukasznek is van egy ötlete. Aztán jövő héten lesz? Jövő héten lesz az a diszkó, ugye? Ja. Az iskolában. Mikor kezdődik? Este 7:30, ugye? Ha jól tudom, emlékszem. Ha meg kell venni a jelet, nehogy elfelejtjük. Vagy elfelejtsük, ugyanis a múltkor nem volt diszkó. Azt mondta Lukasz, hogy lesz, ugye kérdeztem tőled, hogy filmezzünk-e vagy nem. Aztán Lukasz elnézte. Ez két héttel ezelőtt volt, ha jól emlékszem. És most a héten lesz csütörtökön. Ami a jövőtünk elég ilyen mozgalmas lesz, ugyanis megyünk buliba, ugye diszkóba, megyünk moziba. Mit nézzünk a moziba? A King Kongot? Ja. King Kong. Zúj, nem Kongot. Jó. King Kong. Island King Kong. Kong Skull Island. Ja, nem tudom, hogy mi a magyar címe. Hallottam, hogy Godzilla pici Kongban. A Godzilla benne van. Na, no, meglátjuk. Úgyhogy oda fogunk el, hogy valószínűleg hétfőn vagy kedden, attól függ, ugyanis a héten arra fogunk kezdeni nézni egy pár házat is. Majd meglátjuk, hogy jól lesz időnk, aztán majd itt-ott ugye próbálok filmezni ház belsőt is, hogyha tudjuk. Ugye megmutatom nektek, hogy néz ki. Meg a diszkóba, hogy elmegyünk. Lehet, hogy nem. Majd meglátjuk. Aztán még mindenki készülődik, gyorsan nézzünk valamit. Mi van? Elment a számítógép, hol a számítógép?
Benne a Szatyor Roger és a Lucas megy a szüleimhez aludni. Ami nem mást akartunk megnézni, vagy a Lucas megmutatni nekem, mint kommentált egy videó alá. Kinek a videó alá kommentáltál? Egy valami videó, ilyen nagy volt a kommentem. Nagyon és mi a neve, akit néztél? Super Mario Logan. Én beírtam mind a videója, csak egy nagy lisztbe. Egy nagyon sokat kommentált, hogy is lehet nyerni egy Nintendo Switch-et, és kommentálni kellett a videó alá. Lucas ilyen nagyon hosszút kommentált, azt akarta nekem megmutatni, hogy ilyen nagy a kommentje, de nincs itt a laptop. Mind a videója. Mind. Az összes videójának a nevét beírta a komment alá, hogy ő nyerje. Na, meglátjuk. Mit? Én akarok beszélni valamit róla. Miről? Ez micsoda? Mert vettük ezt egy év és hét hónap. Egy éve és hét hónap. Ja. És képzeld el, a EB Games-be most már ez változott. Mi változott? Ez. Nem 49 dollár? Ja, nem a price-ja, de... Mi változott? Nagyon néz ki ez! Ez nagyon változott, nézd! Az ár változott, a kinézete az, hogy mi van rá. Most így néz ki az, nem, régen így nézett ki az ár, látjátok? 49 dollár. Az újon, meg másképp néz ki, ezt akarja megmutatni nekem a Lucas. És ez miért olyan érdekes? Mindig változtatnak az áron, nem? Ja. Meg a kinézetem. Te oda néz, látod milyen rumli van? Ja. Az a jó, hogy költözünk, és itt mindenki fog jönni. Mi az? Miért vannak ott a lemezei? Mondtam, hogyha a lemezt végeztél, visszarakik a tokba. Ugye mindig össze kell pakolni, mert még látod, itt is van sok figura. Itt is van sok figura. Ja, ezt az órát kapta a Lucas születésnapjára, ja. Ugye? Feltettél egy videó még a nagyon születésnapomra? Szép. A születésnapod? Ja. Ne, az a családi videó. Oh. A másik kettőnek már feltettél. Milyen másik kettő? Ja, egyet raktam fel, ja. Ja, és egy másik is. Kettőt tettem kettőt. Fel. Ja, tavaly is raktam fel egyet. Ezt, látod? Sok, nem tudom, ez az új házban, ezek nem lesznek kitéve. Ki egy vagy kettő. Az. Az és az lesz kiteszve. Az. A többi nem lesz kiteszve. Az. A többi megy bele a dobozba, meg ezek is, mert itt is nagyon sok minden. Azokat kirakhatod, de nem... Az. Azt kirakhatod. De annyi mindenféle fajta hülyeség, aztán mutatom. Tudjuk levenni ezt? Majd leveszem azt. Most hagyjad ott, nem, de... Csak... De, nézd, ki kell javítanom a falat, és meg lett karcolva. Még szerencsé, hogy van festékünk, és festő vagyok. Ami úgy megmutatom, fölteszük a falra, ugyanis van itt egy szekrény. Látom, mi van itt? Ez tele van játékkal. Ez tele van papírral, iskolás cucca, egy régebbi évből, ugye? Régi ruha. Meg régi dolgok. Ebben nem tudom pontosan, ez a feleségem pakolt ebbe valami. De ez mind ilyen régi ruha Lucasnek. Bemenni ebbe. Abba nem mészte bele. De játék, te oda nézd mennyi játék. Mindenféle fajta hülyeség. Tudom, betenni a kezemben tényleg. Ja, beteszed a kezed. Az a Davis mindig kap belőle egy játékot. Egyet mindig kiveszünk vele, és rettentően örül neki. Ugyan? Hogyha készen vagyunk, már nézzük, mit csinál a Davis-ek a mami. Rendben? Mindig van a doboz ennek. Hol? Ja, de miért van meg a doboza? Azt én elrakjuk, van? Vagy mi? Hát ja, bele, elrakjuk a kukába valószínű. Nem hiszem, hogy azt kell nekünk. Meg még itt is van, te! Ott bent, látod? De. Meg azt még a, ott, várjál, kinyitjuk én ezt is. Én kinyitottam egy alatt. Várjál, ide néz, még itt is van. DVD! Ott is van, nem, DVD, ruha, mind a, könyvek. Tommy van? Mi van ott? Mind az a Terminátor és mind a... Terminátor. Aztán itt ott hol van? Még ebbe is van. Ebbe. Látod, sok kacat. Ezeket át itt, kell menni, ott, és... Mi van? Nem is tudod, mi van benne, látod? Ahogy szoktam ilyet csinálni, főleg régebben, bepakoltam, vittem egy dobozt a Lucas szobájába, a játékszobába, összepakoltam minden játékot, inkább ilyen régebbi játékokat, mert amikor megkérdeztem tőle, hogy Lucas, ez kell, minden kellett neki, tehát amikor nem volt otthon, összepakoltam, én úgy gondoltam, hogy nem kell neki, eltettem, és az életben nem kereste őket, szerintem még a mai napig nem mi? Tudja, hogy miket raktam el abba a dobozba, meg hogy hol van a doboz. Ez a magyarországos valami kártya, mi volt a Tesco-ba, gondolom. Igen? Nagyon jó. Már vártuk a filmáról. Ja. Emlékszel? Emlékszek, persze. Na, úgyhogy, nézzük, mit csinálnak, és induljunk.
nem, azt nem viszünk magunkkal. Azt nem viszünk magunkkal. Cipőt, fel kell hozni a cipőt. Amúgy ma volt egy ötletem. Az az ötletem, várjál. Mit csinálsz? Várjál. Még a Lukasz is húzza a cipőjét, jó? Ja, gyere, felveszlek. Ma volt egy ötletem. Az volt az ötletem, mert sokan kérdeztek, hogy mikor osztok meg megint fényképet az Instagramon, és mostanában nem nagyon osztogattam. Nem akarsz? Nem? Arra gondoltam, hogy próbálok minden nap egy darab fényképet megosztani az Instagramon ezentúl. Valami érdekeset, vagy valami, amit én érdekesnek találok. Valami. Valaki mondta, hogy minden nap osztok meg egy fényképet, ja, valami. Innét az elkéről. Most egyet megosztottam. Nem minden nap fogok az elkéről, hogy egyet megosztani, de mindig látok, hogy ott minden nap valami érdekes. Na mire? Menjünk. Hol gondoljátok, írjátok meg a véleményeteket erre az Instagramos fényképről, és nagyon sokan kéritek tőlem, és mindig elfelejtem, vagy nincs időm, de ezentúl megpróbálok minden nap egyet megosztani érdekeset. Gondoljátok ki ötlet, írjátok meg ide alá. Megérkeztünk, nem másról, mint ide ebbe a bevásárlóba, amit nagyon nem lehet látni. Ugye arra elnézünk, nincs felhő. Arra van felhő, erre van felhő, olyan szétszórt, úgyhogy még a vége lehet, hogy nem is fog esni. De minden. Davis kiszállt, úgyhogy menjünk gyorsan. Mi a helyzet? Mi? Mit csinálsz? Megnéztünk a játék része. Szokás szerint, akárszor vagyunk a boltban, mindig meg kell nézni a játékokat, mi? Van sok érdekes dolog. Ez egy kicsit már túl pici a Davis. Nem? Azt már meg kell fordítani. Így. Látod? Nem működik. Menjünk tovább. Végeztünk, megyünk visszafelé az autó felé, nem más, amit várjál, mutatom. Itt ezen az úton, a víz mellett, és itt a bevásárló, és oppá, vigyázzál, te nyuszi, az ott csúszik. Ott a bejárat, meg a kijárat. Már voltunk itt egy pár szóra, mutattam nektek, filmeztem is erre fel. Itt vannak a házak, itt a folyón, és itt vissza lehet sétálni az autóparkolót, hogyha most oda megyünk, aztán elmegyünk a benzinkútra valószínű, aztán a szüleimhez. Hozzáérkeztünk, hogy látjátok, bementünk a szüleimhez, ugye szokás szerint. Jelenleg nézni a tévében ez a kis csirke, Chicken Little, nem tudom, olyan magyar címe. Ezt nézte a Davis egész eddig, aztán néztem az időjárást, oda néz. Kezd jönni az első felhő, ugyanis azt mondta, hogy egész estétől egészen lehet, hogy jövő hétig esni fog az eső. Annak rettentően nem örülök, mert megint az azt jelenti, hogy a héten nem fogunk tudni filmezni valami ötöt a Lucas-szel, ugyanis a szabadba akartunk filmezni, de reméljük, hogy nem lesz igazuk ezzel az esővel kapcsolatban. Ugyan, most nem más, mint csinálni, meg fogunk vacsorázni, és elmegyünk aludni. Legalábbis a Davis az biztos, hogy elmegy aludni, és kezdődik egy kicsit nyűgös lenni ugye most már. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!